kerékpáros balesetet szenvedett lányul az úton, miközben szágult hozzá a riasztott mentőautó. Egy autós a telefonját nyomkodva fogja a kormányt az útra nem figyelve. Nem sokkal ezután meg is történik a baj. A kocsi sofőrje a csetelésbe merülve nem vesz észre az úton álló esetkocsit. Csúnya felsérülésénél nagyobb sérülést is szenvedhetett volna, sőt, magán kívül másokban is kárt okozhatott volna. Ez ugyancsak egy eljátszott jelenet az Országos Mentőszolgálat friss kampányfilmjében, amely a biztonsági öv használatára és a vezetés közbeni telefonálás veszélyeire hívja fel a figyelmet, de a valóságban is előfordulnak sajnos hasonló esetek. Még mindig sokan halnak meg az utakon a biztonságos közlekedés mellőzése miatt. Nem csak az OMS, a rendőrség is folyamatosan terítéken tartja a veszélyekről szóló üzeneteket. Legutóbb szeptember közepén raziáztak az egész országban, az egy héten át tartó figyelem az útra nevet viselő akció keretében kimondottan a vezetés közben telefonozó sofőröket szűrték. melegben is sok szabályszegőt kapcsoltak le, akik tettükkel nem csak maguk, hanem mások testépségét is kockára tették, a szankciókról nem is beszélve. 164 helyszínen közel 5000 ellenőrzött járművezető közül 627-en követtek el jogsértést. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 195 járművezetőt büntettek meg, menet közben kézben tartott mobilozás miatt pedig 60-at. Országos szinten ugyanakkor már több mint ezre voltak ezek az autósok. És hogy miért is olyan veszélyes vezetés közben a kütyüket nyomkodni? Csak egy adat a sok közül 50 km per órás tempónál a sofőrök 40-70 métert mennek vakon egy üzenet elolvasása alatt. Az autópályán ez még rosszabb, mert 130 al akár 200 métert is megtehet úgy a kocsi, hogy a sofőr figyelme le van foglalva a mobillal. Álló helyzetben ugyanaz autóvezetők a kezükben tarthatják a készüléket, de a rendőrség azért ezt sem javasolja. Bicikliseknek, motorosoknak azonban nem is engedett. Nem csak súlyos baleseteket, de elég komoly pénzbüntetés is kockáztat az az autós, aki akár Magyarországon, akár külföldön vezetés közben mobilozik. Jelenleg az összes európai országban büntetik a telefonozás, csak a tételmás. Náluk több tízezer forintra büntetik a renitenseket. Belőlük pedig van bőven. Egy nemrég készült felmérés szerint a magyarok 40%-a pötyög a volán mögött. A jelenség a nők harmadára és a férfiak felére jellemző, és inkább a városban élők pörgetik a mobilt, a kis településen élőkre nem jellemző a dolog. A válaszadó 90%-a jelentette ki, hogy lelki ismeret furdalást érez, ha vezetés közben telefonozik, de többségük így is nyomkodja tovább, foglalja össze a kutatás eredményeit a pénzcentrum. A rendőrség nem győzi hangsúlyozni, a balesetek elkerüléséért a közlekedők tehetik a legtöbbet.